Pálinkás Gábor, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium intézményvezetője köszöntötte a diákokat a magyar érettségi reggelén, és elmondta az alapvető információkat. 8:30-ra mindenki legyen itt holnap is, illetve a héten minden nap. Remélem minden fölösleges dolgot letettetek ott a felkészülő termekbe. Telefon, okosóra senkinél nincs, és senkinél nem is lehet. A következő féleképpen lehet még mindig megszabadulni tőle. Az összes terem előtt van egy asztal, amire kikapcsolt állapotban mind a kettőt el lehet helyezni. Nőtigné Koncz Éva, a gimnázium magyar tanára beszélt az új feladatsorról. A tankönyvek szerencsére követik a magyar érettségi új struktúráját, tehát fel tudták ebből készíteni a tanulókat. A fogalom szótár van minden tankönyv végén, amiből tudtuk őket segíteni, hogy mit kell, tehát pirossal is kiemelve, hogy mik azok a fontos fogalmak, amik az új feladatlapban, a műveltségi tesztben megjelenhetnek. Ugye itt kikerült egy gyakorlati feladattípus, az érvelés, és helyette egy ilyen lexikális tudást mérő műveltségi feladatlap jött be. A pedagógus elmondta, nehezebb volt idén a ráhangolódás, de megpróbálták a gyerekeket úgy terelgetni, hogy tudják, ez az év egy kicsit most másmilyen lesz. Az is gond volt, hogy ugye ők 9. osztályban szinte egész évben Covid-ban voltak, tehát az egy kicsit más tanítási módszer volt, más tanulás volt, azt jobban át kellett ismételni még egyszer a 9. anyagot. De hát igyekeztünk őket segíteni a 4, illetve 6 év során, ugye van egy 4-es meg egy 6-os osztályunk, és hát reméljük, hogy jól sikerül nekik. A diákok tartottak az új feladatsortól, hiszen mindenki számára még ismeretlen, a felsős évfolyamosok se tudtak nekik most ezzel kapcsolatban átadni tapasztalatokat. Soha nem találkoztunk ilyennel, természetesen a fogalmakat, a lexikális tudást eddig is tanítottuk, tanítjuk, tehát ez az irodalmi esszé írásában eddig is megjelent, hogy az kaphatott jó vagy jeles eredményt, aki használta az irodalmi fogalmakat, szakszavakat, képben volt, de most ezt még egy teszttel is, tehát egy más típusú feladattal is mérik, és hát a 100 pontos feladatsornak az 1/5, tehát 20 pontot ér ez a feladat, úgyhogy elég hangsúlyos, mondhatni egy jegyet ér ez a műveltségi feladatlap. A pedagógusok hangsúlyozták, aki munkát és energiát fektetett az előző évek alatt a tanulásba, az biztos eléri a kívánt eredményt.